A zsidó húsvét a Pészach utolsó napján és a holokauszt emléknapján április 16-án gyújtott Mécses dr. Bóka István polgármester és dr. Olti Ferenc a Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány elnöke Balatonfüreden. A Pészach a zsidók Egyiptomból való kivonulása, megmenekülésének ünnepe, amikor felolvassák a kivonulás történetet és az egyiptomi szenvedés történetet, amelyre az egyik rabbi szerint nem csak az ünnepen, hanem minden nap emlékezni kell. Így vagyunk mi zsidók ezzel a holokauszttal is, a holokauszt megemlékezéssel. Nem nekünk kell ez a megemlékezés, mert mi az év minden napján sajnos emlékezünk erre a szörnyűségre, hanem ez a megemlékezés azért fontos, hogy ennek a szörnyűségnek a máig ható üzenetéről beszéljünk. Balatonfüred városa minden évben megemlékezik a holokausztról. Most is ezt tettük a polgármester úrral. A mostani üzenetét én úgy fordítom le a holokausztnak itt a vírusjárvány kellős közepén. Fogjuk fel a dolgot pozitívan, mert a holokausztban szenvedő elődeink ennél sokkal-sokkal durvább dolgokat éltek át, illetve többségük meg is halt. Úgyhogy a holokauszt nap 2020. április 16-i üzenetét én úgy fordítom le. Örüljünk annak, ami van, álljunk pozitívan az élet kihívásaihoz, és ha ezt tesszük, akkor jelentősebb károk nélkül túl leszünk ezen a megpróbáltatáson is, úgy, ahogy a holokauszt túlélők ezt tették. Különleges sárga mécsesek égtek Balatonfüreden. Ezen a rendkívüli emléknapon a Makkabi Nemzetközi Zsidó Sportegyesület mécseseit a világ több pontján gyújtották meg, hogy április 20-án felkerüljenek a Makkabi honlapjára, hirdetve ezzel a járvány ellenére is a közös holokauszt emléknapot. Mindegyik mécses egy érdekes kis dobozban van, és a dobozban van egy kis névkártya. Egy holokauszt áldozat fiatalnak a neve szerepel rajta. Úgyhogy mi itt most Balatonfüreden két ilyen holokauszt áldozat nevével hozzánk került mécsest gyújtottunk meg. A 600 ezer magyar és a 6 millió európai áldozat emlékére.